tenger mélyet mindenkinek. Szerbusztok, kedves Ambalk, én Oszi bácsi vagyok. Képzeljétek el, tegnap volt, vagy hát igazából lehet, hogy ma van, a Half-Life első részének a 25. évfordulója. Úgyhogy a Valve, ugye, akik készítették a játékot, kiraktak egy több mint egy óra hosszúságú videót a csatornájukra ezzel kapcsolatban. Plusz a Half-Life 1-hez egy patchot is kiadtak, ami az alapjátéknak a, tehát az alapverzióját a játéknak egy kicsit feljavítja, kicsit upgrade-eli, különféle szempontok szerint. És hát ami az érdekessége az az, hogy ugye annak idején, amikor kijött a Half-Life 1 1998-ban, akkor eredetileg nem készült hozzá demo verzió. Ugye akkoriban ez bevett szokás volt, hogy néhány pályát így kiadtak a játékoknak a készítői, hogy na akkor próbáljátok ki, köcsögök, és hogyha tetszik, akkor vegyétek meg. Régebben így volt. Egyébként ez most kezd visszajönni, ez a régi tendencia. Egyre több demót lehet Steamen kipróbálni. És egy évvel rá, emlékeim szerint 1999-ben jött ki a demo verziója a játéknak, Uplink címen, vagy néven, inkább címen. És tehát ez azon ritka esetek közé tartozott, hogy a teljes játék megjelenése után jött ki a demo. Általában ugye mindig, sőt 99%-ban mindig fordítva volt annak idején. És hát ez a demo, ez egy ilyen rövid, néhány pályából álló kis szösszenet, ami az alapjátéknak a hangulatát kívánja megragadni, és hát ezáltal vásárlásra ösztönözni a játékos népentyűt. Na és ez bekerült ugye a Half-Life első részébe Steamen, és hát most arra gondoltam, hogy 25. évforduló alkalmából miért is ne vinnénk végig az Uplinket egy videóban. És hát pontosan ezt fogjuk tenni, hogy át is rakom gameplay üzemmódba a dolgokat, és már indítom is a játékot. Ja, egyébként azt hiszem, hogy hát ezt lehet, hogy tegnap kellett volna egy videóban mondanom, de még lehet, hogy most is aktuális, ingyenes a Half-Life egy napig. De lehet, hogy már vége van, de mire ezt látod, már lehet, hogy vége van, de nézd meg Steamen, egy napig bezsákolhattad a Half-Life 1-et. Na mindegy, egyébként nem olyan nagyon drága. Meg G2-án is biztos, hogy hozzá lehet jutni ilyen Steam-es kulcsokhoz $1, vagy $1.5, szóval nagyon olcsón hozzá lehet már ez a játékhoz jutni, és hát ugye örök klasszikus. Ugye a teljes verziójáról készítettem komplet végigjátszás még évekkel ezelőtt, azt nyugodtan nézzétek vissza, hogyha még nem láttátok. Plusz érdekesség, hogy az eredeti menü visszajött. Ugye így nézett ki az eredeti menü annak idején, csak ezt azóta leváltották, mert ez valami külön programozási nyelven alapuló valami volt akkoriban, és aztán ezt így a modern időkben már nehéz volt hát így megtartani, és ezért lecserélődött így idővel, de most így visszajött a 25. évforduló szeretetéből. Még nem néztem teljesen végig azt az egyórás videót egyébként a készítőktől, de ma be fogom fejezni, hogy félig jutottam el benne, de nagyon érdekes volt így látni, hogy mutattak ilyen alfa verziót a játékból, meg hát így az eredeti készítők így meséltek, hogy milyen emlékeik fűződnek ehhez, meg hogy hogyan is állt össze az egész. Nagyon-nagyon érdekes. Na de hát itt vagyunk most ugye a játék menüjében. Mondjuk én úgy emlékszem, hogy alapból ez hangot adott ki, amikor így rávitted az egeret, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Na mindegy, new game. Hát médiumon fogjuk vinni, ugye külön lehet indítani a training szobát, meg magát a Half-Life-ot, és az Uplinket. Nem tudom, milyen hosszúságú az Uplink, megmondom őszintén, nem emlékszem már annyira rá. Egyetlen egyszer szaladtam végig rajta 99 környékén, szóval ez már bőven több mint 20 éve volt, ugye. Nagyon erősen megkoptak az emlékeim. Na de akkor, egy jelenet van igazából, amire emlékszem. Majd ezt szerintem fogom is mondani, hogyha majd eljutunk odáig, akkor indítsuk. Pum! Hevruha az már alapból megvan.
for use in hazardous environments conditions. Jaj, ezeket fejből vágjuk, mi öregek. Igen, de már 48 órája világvége van a játékon belül. Ó, oh, szóval megérkeztünk ide, igen. Dick! Meneküljünk! Jesus Christ! Idején nyomnom egy mentést. Access denied. Belépés megtagadva. Comlink offline. A kommunikációs kapcsolat az offline van. Hát akkor meg fogunk dögölni. Álljunk akkor itt fel ezen a lépcsőn. Jó napot! Complex, so we can get down to safety. I'm sorry, but those doors will not open until we send the all clear. So send it already. I would love to do that, but the aerial bombardment has made a wreck of my transmitter. The cables are severed. We'd have to aim it by hand, and I'm getting high radiation levels in the transmitter dome. Nobody but a fool would go in there. What about this guy? Yes, you could survive in that suit of yours. Very well. I will lower security on the satellite access elevator, and you can go up into the dome. I'll try to help you over the intercom. Na, már mehetünk is a dómba. Mivel rajtunk van hevruha, ezért a sugárzás az kevésbé lesz ártalmas. Jó kis half-life-os textúrák, Istenem. Annak idején mennyit elszerkezgettem én is ilyen pályákat. Hát, mint ahogy azt mutatta, volt az a néhány három pályából álló kis pályacsomag, amit még annak idején készítettem. Erről is van egyébként videó, The Survivor az a címe. Na, úgy látszik, hogy hopp. Biztonságos? Oké, na akkor irány. Megoldom a világ összes rejtvényét. Igen, csótányok azok minden mennyiségben vannak, hát itt ahhoz, hogy át tudjunk menni, valami feszítővasra szükség lesz. Maintenance area. Oh, lassz! Megvan a feszítővasantyajcs. Működik? Aha. Lehet inni belőle, úgyhogy nem is pazarlom, most maxon vagyunk életerő ügyészetileg. Aha. No! Úgyni. Igen, régebben ezeket mindig is széttörtem teljesen, de egyébként ennek nem sok értelme van nyilván, mert ezekben nem lehet semmi. Jézus Mária, jajcse! Ó, valaki lő. Ó, uram, én vagyok. Ne bántson, kérem. Hát igen, jó jött ez a oldalfegyver. Júj! Na nem mondott, hogy valamit megdöglött. Na nézzük, menjünk ide befele. Kéne valami stukker most. Úgy a játék kitalálja a gondolataimat. Hát nyilván itt a demóban hamarabb megkapjuk a felszereléseket. Ó, mi van ott bent? Valami óhazati sörétes. Úgy látom, meg egy pisztoly. Hé, uram, nem nyitná ki ezt az ajtót? Esetleg nem nyitná ki ezt az ajtót? Haló? Ezt. Ha betollak. Nem nyitott ki? Úgy látszik, ezt nem tudja kinyitni. Lehet, hogy valami máshogy be lehet jutni, bár nem nagyon látok. Valami van. Tudom, az ott micsoda. De valahogy be lehet jutni ide. Nézzük csak meg. Valami rejtett szellőző. És ezeket szét lehet verni. Na mindegy. Majd valahogy akkor eljutunk ide. Ott a jó ég, lőjed. Azaz. Ha,
A Half-Life-ban rengeteg ilyen szellőző cucc volt. Szellőzőkön keresztül lehetett eljutni. Jajjaj. Lelőj. Azaz. Szép volt. Azért csak szétlővem ezt a hordót. Vagy nem tudom mi az. Mi volt az. Hát én azért tovább megyek, öreg ember. A nézők unatkoznának, hogyha most itt leállnánk kártyapartizni. Ajjaj. El van torlaszolva az út. Júj. Azért hagytam, hogy te lőjél, mert neked végtelen töltényed van, nekem meg nincs. Az értelmes arckifejezés. Nos igen, ez itt valóban nem biztonságos, úgyhogy kérlek állj hátrébb. Mindjárt megoldjuk a dolgokat. Kedves Barney. Hoppá. Ilyen nagyot robban. Akkor menjél még hátrébb. Még. Itt már talán biztonságos lesz. Ah, valami felrobbant. Én is úgy hallottam. No. Ó, kint vagyunk. Ó, Jesus Christ. Lőjél. Lőjél őket, he. Jaj, ne. Ez egy gránát volt. Egy gránátalma, na várjál, tudod mit fogunk csinálni? Beállítalak téged oda a sarokba, büntetésből. Na, menjél csak. Úgy, itt jó leszel. Oké. Ide fogom csologatni a katonákat. Csokolom. Te innen lövöd, én meg innen. Készüljél! Na még jönnek szerintem. Nem hiszem, hogy ennyi lett volna. Viszont megvan a géppityú. Yes! Egyébként a kis pisztolyt azért nem kell hanyagolni teljesen, mert erősebb, mint a gép puska, és pontosabb. Jújjúj. Hé, hey, ne szaladj már rá, he. Hova szaladsz? Ajaj, akkor bevárjuk őket itt. Te onnan lövöd, én meg innen. Már hogyha el tudnak idáig jönni, lehet, hogy nem. Hú, egy kis diká. Na jó, megoldom egyedül. Hát mondom én, kis pisztoly nem rossz. Pontos. Fontos a pontosság. Gyanítom, hogy még lesz egy. Alright. Negatív. Jó van, azt hiszem, hogy megvagyunk. Hát igen, ezt sajnos szét kurta. Kurta farkú malac. Objective. Foxtrot. Nagy. Na jó, akkor menjünk. Mert magammal hozom azért ezt az őrt. Még jó szolgálatot fog tenni. Come on! Úgy igaz. Na, leragadtál? Ne ragadjál le! Elkalandozott. Gyé! Yeah. Na!
Várj meg itt. Hát, hogyha ki tudom valahogy ezt nyitni a másik oldalról talán, nem tudom, hogy van-e kapcsoló. Úgyhogy még nem akarlak itt hagyni. Kis töltőállomás. Finchi. Na. Ezeken lehet, hogy át lehet ugrálni. De... Aha. Upp. Oké. Jesus. Jézusom, mi robban itt? Oh. Roger that, let's run like hell! Na most várj, öregem, mert ez itt háborús zóna. Meg a Skybox-nak a széleit is látom. Olyannyira háborús. Majd óvatosan közlekedjünk. De várjál inkább itt. Hallok valami zörgést. Oké, egy megvan. De láttam ott még egyet. Teljes testmasszást kapott. Nem is tudom, hogy MP40-es ez, ami most a kezemben van. Wow. Hát szét kéne verni. Van egy életerő pakkot lent. Alright. Alright, yes sir. Mi van itt? Jó rakétavető. Mennyire biztonságos ez. Ó, gránátovicsok. Félő, hogy rakétavető a pofán fognak lőni. Igen, az ott egy rakétavető. Júj! Jesszus! De hogy? Keresztül lőtt. Na jó, hát fussunk innen. Na, óvatosan menjünk. Radékot ki kell füstölni onnan. Oké, ez rossz volt. Oh yes. Oh yes. Jó öreg Half-Life. Nem csalódunk benne. De valahogy átugrok. Ah, mindjárt ki vagyunk maxolva. Puskatöltény ügyészetileg. Gondolom, hogy ezt érdemes lesz megfognom, mi? Jesus! Vagytok még? Úgy hallom, hogy igen. Gyertek! Jó erős töltényei vannak ennek, ez biztos nem 5 mm-es. Fire in the hole. Tűz van a lyukban! Nem is tudom, hogy ezt magyarul hogyan lehetne lefordítani. Fire in the hole. Granát! Rob mindjárt robban! Ajaj.
Eddig faszák vagyunk. Majd nézzünk el erre is. Milyen csövek vannak itt. De valahogy át lehet jutni szerinted? Én gondolom, hogy ott felülről kell valahogy beugrani. Hát itt nem látok ilyen kirobbantható részeket, úgyhogy én gondolom, hogy ide majd valamilyen más úton, módon kell eljutni, de nem is biztos, hogy el lehet. Half-Life-ban azért mindenhol nem lehetett eljutni. Bár a legtöbb helyre igen. Na, majd itt megint dobálódnak. Pisztolyka. Gyere! Mondom, hogy jó ez a pisztoly. Nem kell alábecsülni. Hú, benzines kanna. Science, bitch. Ez még piros színű. Ilyet már nem szabad a mai játékokba berakni. Ez már tiltott. Piros színű egészségügyi kereszt. Ez a piros kereszt az már tiltott a játékokban, úgyhogy ezért szokták zöldre színezni. Sokszor még visszamenőleg is. Úgyhogy a hülyeség amúgy. Oh, nézd, ma itt valamit ástak. Lehet, hogy itt valaki meghalt. Az egyik katona bajtársuk. Az lehetséges. Oh, sörétes. Oké. Okay. Ja, itt a hullákat égették el. Igen. Gondolom, hogy ez éget, úgyhogy ide beugrok. Gondoltam, megnézem, hogy nincs-e valami cucc. Ez lehet, nem lehet tologatni. Itt nincs tologatható. De már csak próbálok akkor ide felugrani, meg ide. Ki lehet esni? Még ez elég furcsán van itt megcsinálva. Igen, akkor hát nem tudok ugrani. Csak innen. Esetleg... Igen. Esetleg itt valahogy... titkos ajtó, vagy ilyesmi. Nincs. Mondjuk itt olyan logikátlan titkos ajtók nincsenek ebben a játékban. Ebben is különbözött a ezt megelőző játékoktól. A Half-Life. Hogy tehát ez mondjuk itt egy ajtó, ez, hogyha most nyithatóvá teszik, akkor ki lehet nyitni, de tehát arra azért nem kell, tehát mit tudom, ilyen Espiro biztos nem egy ajtó. Korszakalkotó játék volt a Half-Life. Na nézzük, hogy itt mi van. Hát itt ilyen nagy területek vannak, úgyhogy itt a pisztolyra átváltok, mert ez pontosabb töltés, gondoltam. Nagyon könnyen kiszúrom a a tölti pontokat. Hú, mi ez itt? Robban, hogyha meglövöm? Hú, nem is kicsit. Nem tudom, mi volt, ilyen rakéták. Király. Jaj, valami nagyon nincs rendben ezzel a helyjel. Sugárzó folyadék. Mi új rajtunk van a ruha.
Nem tudom most mit csinálok amúgy, de valamit megnyitottam. Menjünk ezzel fel. NATO, Pentagon, CIA, United Nations. Mi a tögy? USNRC. De nem is ez mi, egy rakétakilövő? Mi, nem, vagy mi ez? Nem, nem az. Access denied. Freeman, you'll want to work quickly. Tune the transmitter to the USNRC. I repeat, tune to the USNRC. Oké. Megpróbálom. Elméletileg. Excellent. I'm sending the all clear and the doors should open now. We'll meet you down below. Ha. Ajaj. Gondoltam, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű. De meg van nálam kézigránát. Egy pisztolyjal megoldjuk. Éri a halk a zene. Nem tudom mennyire halljátok. Beindult a fasz a kommandós zene. Ja, erről az ajtóról beszélt. Mennyis a rétes. Hát, ahogy hallom, a csápos szörnyel fogunk mindjárt megküzdeni. Hello. Bum. Valaki meghalt. Itt nem tudok átjönni. Már nem is kell. Csak ilyen életerő cucc van. Most ide leesek, akkor az instant halál. Innen nem tudok kijönni. Ez gonosz dolog. Gonosz dolog. Ja, életerő pakkok. De soha nem jegyeztem meg, hogy ez mennyit tölt vissza. 15 életerő pontot kb. 20-nál többet biztos nem. Volt egy katona bácsi. Resolve the situation. Akkor itt erre vajon mi van? Semmi. Csupán a sötétség.
Okay. Ah. Okay, úgy látom, hogy több nincs belőle. Power 70%. Adjad ide fele. Protection suit. Hát igen, az már van. Van ezerről. Azért ez örvendetes, hogy egy komplett mini epizódot csináltak demónak a játékhoz, tehát hogy ez nincs is benne a teljes játékban ugye ez a fejezet, amit most játszunk. Tehát ezért érdemes kipróbálni a demót is. Vidd végig a demót is. Emlékszem, hogy beszéltük osztálytársakkal, hogy hú, hát kijött a demo ez a játékhoz, és hogy hogy fú, ez nem csak egy ilyen kiragadott rész, hanem egy komplett epizód, és akkor akkor vigyük végig. Jaj, de jó lesz. Ja, most jutottunk ki ide, ahol voltunk eredetileg, akkor ez csak egy ilyen visszaköszönési pont, anyám. Anyám borogas. Na de most akkor hova kell menni, hogy most anyád? Érdekes, hogy a sisakjukat lövöm, akkor az pont, hogy nem számít fejlövésnek. Mert a sisakról lepattan a golyó. Tehát nem pont a sisakját kell lőni, nem a feje tetejét, hanem lejjebb az arcát a katonáknak. És akkor mondhatjuk, hogy katona dolog. Most nem tudom, hogy visszafelé kell menni, mennyire menjek vissza most egyáltalán. Ja persze, oké, tudom. Ez most már le van zárva ez a szakasz. Ez mondjuk aranyos készítők részéről, hogy megkönnyítik a dolgát Oszi bácsinak, nem kell nagyon sokat kolbászolnia fölöslegesen. Lehet, hogy ez a médium nehézségi szint, ez túl könnyű. Egy-két lövés, azt annyi. Hát eddig jók vagyunk, kedves testvéreim. Ezek a gránátok hogy kerültek ide? Let's go! Megoldottam a dolgokat, Doki.
Who would have thought you'd still be alive? Ó, ott van egy. Úgy ne. Na, és akkor most mi legyen, Doki? Let's go. Oké, menjünk. It can't get any worse than this, can it? Sokkal rosszabb is lesz majd. Húzzunk innen a rágba. Ki tudod ezt nyitni? Hát... Nem, nincs túl sok elképzelésem arról, hogy mi történik. Ez itt zárva van, ugye innen jöttünk. Ezt nem tudjuk kinyitni valahogy? Á! Nem tűnik biztonságosnak a hely. Most már igen. Esetleg itt fent van valami dolog. Egészen ide fel lehet mászni. Még túl sok értelme nincs. Pusztán az élvezeti faktor. Tötődjünk. Totodjunk. Na, ki vagyunk maxolva, kármakaim, gyámakaim! Gránátovicst. Gyere csak ide! Költségi. Gyere, köcs! Ez valóban el akar vezetni. Gránátalmára fel. Ja, szép lövés volt. Barney! Töltődök még egy kicsit, várjál. Hol volt az a töltőállomás? Itt volt. Adjad ide! Ez az. Let's go! Óvatosnak kell lenni. És sajnos erre nem tudsz tovább jönni. Mindegy, majd megoldom egyedül. Mindenféle számítógépes rendszerek. Omladozik az állomás. Megállapítottam. Ez itt sajnos zárva van, úgyhogy muszáj erre tovább menni, úgy elnézem. Jézus. Egy olyan nagy szörny. Ez hörnyetág. Jajjaj. Gondolod, hogy ki fog innen törni? Ez csak egy ilyen ijesztés volt szerintem. Oh. Ez áram alatt van. Valahogy fel kell jutni rajta. Mennyi battery. Csak hát ez rázni fog. Majd akkor megyek, amikor nem... Hát, hogyha mostanában. Oké. Megnézem, hogy itt erre mi van. Jaj. Semmi. Right.
mi volt? Mi volt ez? Semmi. Jó öreg Half-Life. Hát mai napig ez egy jó játék amúgy. Jaj ne! Aha. Egyébként ezt meg lehet ölni. Ott van a G-man. Ajjaj. Ennyi volt a demo? Uplink completed. Hát? Require felrendés, a további adatokra van szükség. Igen, hát nem egy hosszú dolog. De hát ez volt a demója Half-Life-nak annak idején. Na most mit szólsz hozzá? Kicsik, mit szólsz? Jó volt, mi? Élvezted. Én is élveztem. Úgyhogy, hát remélem, hogy ez megér 18 millió feliratkozást. És hát találkozunk majd a következő videóban, ami valószínűleg már egy MK1 lesz. Jó öreg Half-Life! Ennek tényleg örömére lehet, hogy az alapjátékot végig fogom tolni most itt hétvégén. Játszatok ti is a Half-Life-al. Oszi bácsi voltam. Sziasztok!